verekedés közben kitört a fotballmeccs. Kobát falvára vagyunk hivatalosok, de megálltunk Szent Mihályon egy faluval vissza, ugyanis ma október 6-át írunk, úgyhogy Székely, Mennyei megyei, de a kultúra az nem hiányozhat. Aradi vértanúnak emléknapja van, úgyhogy hoztam egy koszorút, és ha már itt ilyen szép emlékmű van, akkor gondoltam, hogy itt helyezzük és leroljuk a tiszteletünket a hősök előtt. Üdvözlünk Kobátfalván, örülök, hogy elfogadtad a meghívásunkot. Remélem, ma ezt egy győzelemmel tudjuk viszonozni. Nagyon nehéz meccs, tehát minden meccs nehéz. Vasárnapon kéd ebbe a körzetibe. Attól függ, hogy ki mennyit iszik másnap, vagy hányan érnek oda, vagy hány ember van. Szevasztok! Jó napot! Kálmán bácsi, ugye? Sziasztok, Domokos Kálmán vagyok, igen. Tiszteltem, már tetszik melegíteni? Hát igen, nem, befuttam egyet. Egy decire. Az üstököt, ezt azt készítsünk elő. Hát érdekes, mert az máskor a futbalisták szoktak bemelegíteni ott. Igen, de így, hogy nálunk ilyen nincs. Azért a kalapról mi? Nagy Real Madrid fan tetszik? Igen. Akkor jó barátok lesz. Igen. És akkor még találkozunk, beszélgetünk. Jó melegítés. Kálmán bácsiról annyit, hogy ő a második legöregebb futbalista itt a körzeti ligába. Köszönöm szépen, egy ilyen kapuval fogadtatok. Nem kell, no, miattam. Tiszed. Nem kell, no, miattam. Sokan dolgoztunk ezzel, sokan. Úgyhogy. Isten veled, légy boldog. Igen. A hugomnak volt a ragzia pénteken is. Akkor sok boldogságot kívánok. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen a meghívást. Szívesen látunk. Gólt kell rúgni, ma? Hát csak nem gólt, nagyon gólt rúgni. Az eset, gól, minden. Igen. Jó egy csapsz. Finom, de az, hogy azt mondják, hogy jövünk reggelizni, és ilyen fogadtatás, most még meccs után még tokán is lesz. A most bundás kenyére, meddig mennénk? Ne lássa. Olyan, mint a terebuzza, csak nem olyan. De miért ültetett ennyi banánfát itt Kobátfalván? Semmilyen már. De honnan jött ez a hobbi? Vagy ez Magyarországon van hozva, ezelőtt 20 esztendő. De az a klíma változik, most a felmelegedés most már beírik a banán is. Nem, én ezt például jövő héten szedem le, viszem le a pincét. Téli időszakban bent van a pincét. Csak nyárára vannak kitét. Azt a minél. Megnézzük a Kobátfalvi Kultúrházat, ahol kiállítás van, úgy tudom, most volt nemrég a múlt héten a Nyikomenti népviselet nap, amikor a Nyikomenti falvak felültöznek a népviseletikbe, találkoznak együtt. Ilyenkor mi történik? Eszem viszont, gyöndázom. Igen, és vannak ilyen nagyon régi székelyruhák, és akkor mindenkinek elmondja a történetét, hogy honnan van, vagy... És akkor ez a kiállítás, ez nem állandó, vagy állandó? Ez most azt mondták, hogy állandó, itt fog maradni. Talán még akarnak még rakni többet is. De mivel több ezer ember van, aki olyan néz, aki nem járt itt még, vagy nem biztos állt, de ezért levideózzuk. Igen. Megmarad itt is. Nekem legelsőbben a munkahelyem kötött ide, az állategészségnél dolgoztam, és ismertem mind a 14 falut, és ismertem a sportembereket, akik szerették a labdarúgást, és akkor alig vártuk, hogy jöjjön vasárnap, és együtt legyünk, együtt kapcsolódjunk ki, és töltsük el a délutánt. Mit jelent ez a daktari, mert én nem... A daktari, ez egy olyan 650-es traktor után egy ilyen személyszállító. Ez a, akkor tudom, hogy nálunk ennek azt mondták, hogy balalajka. Igen, az... négy kerés, egy olyan födött. Tudom, hogy mi ez kössem, értsem, mert én ezt nem hallottam. Tehát rendes ablakokkal, hátul feljáróval. Na, Kálmán akkor annyira gyors volt, hogy egy ilyen 650-es traktor daktári járatot elkerült le. Kálmán bácsi, elmesél nekem, hogy hogy került ide? 86-ban udvaroltam a mostani feleségemnek, és kijöttünk egy, azt mondta, hogy kijöttem udvarolni biciklire, udvarerő, és volt egy meccs Alsóbódogfalván, Kobátfalvának, és azt mondja a feleségem, hogy menjünk, azt mondja, és kérte egy biciklit a szomszédból, egy bicikli volt, lementünk, és azt mondja a Somai Jóska bácsi, Endrének az apósa, Isten nyugtassa meg a hava, ő volt a rendező, hogy
Azt mondja, békén álljál, azt mondja, mert nem vagyunk meg. Hát de mondom, hogy udvarét én játszottam, és mondom, nem lehet. Hát azt mondja, de itt volt egy ilyen ládánk, egy ilyen négyszögű láda, és abban volt egy balos-jobbas futballcipő, párat összehoztam magamnak valahogy belül. Hát felálltam, és akkor rúgtam két gólt nagy hirtelen, és 2-0-ra nyertünk oda le. És akkor utána nettek meg. Szondták, hogy addig nem adják hozzá a feleségemet, ha nem jövök itt focizni, akkor nem jöhetek udvarolni. Na, és ilyen dolgokkal így. Aztán elindult itt a barátságunk. Szívvel, lélekkel összekerült egy jó társaságunk, mint Endre is ide került, és akkor már könnyebb volt. A mostani csapatunknak 80%-a most már Kovátfalvi. És az a 20% a környező faluk, a két-három faluk, Tarcsafalva, Bencét, Szentmihály. Régebben azoknak a mérkőzéseknek súlya volt, íze volt, és tehát addig várt az ember, hogy jöjjön vasárnap, és találkozzunk, és elmondjuk a hétnek, hogy mi is történt, hogy egy hete nem találkoztunk. Nem volt ilyen vagány dresszek, nem voltak, mint most, milyen labdák. Fűzős labda, hogyha úgy fejettél bele, akkor egy hétig látszott itt a homlok azon a fűt. Csípett a labda, mindenet. Érdemes tudni erről, hogy ha jól tudom, 24-25 csapatból csak mi fűrészkózzuk a pályát. Nem azért, mert nincsen pacemészre, de ez többet tart. Honnan ez a sok fűrészkót? Fűrészkót van egy szponzorunk, akinek ilyen fafajdalgódó cégje van, és onnan ingyen hozzuk, persze. Ez úgy, hogy nem kell megvennem ezt legalább, nem kerül pénzbe. Ott ezt ott már nem sikerült valami. Ott van egy jó kanyar, ne? Igen. Forma 1-es. Itt van egy épület, most jelenleg óvoda működik, ott volt a legelső ötöző. Az óvoda bővült, meg több gyerek lett, meg minden, akkor kaptunk egy helyet, ott régen volt egy régi malom, most már nem van mondva a másik fele. Oda kerültünk, de 2005-ben volt a zárvíz, és akkor elvitte az ami volt a felszerelés, meg mindenfélit. És akkor kaptunk itt kint egy ilyen tanácsépületébe egy szobács, régi ilyen bergető volt benne, azt mondják, oda vitték a csajukat. És onnan most már ott több szoba van, úgyhogy most már a harmadikban vagyunk most jelenleg, de ha minden igaz, akkor jövőre van ígéret ide öltözött volna csinálni újat. Amikor beszélgettünk, hogy a zárvíz elvitte volt az öltözőt, meg az összes felszerelést, ez ugye volt augusztus 18-án, és utána szeptember közepéig ezért volt a bajnokság, és akkor egy olyan Ausztriából kaptunk egy, nem lesz elő, 2005-ben ebben játszottunk egy utatai csapattól segítségén, egy ilyen Kovátfalváról elszármazott személy által. Abba az évben Kovátfalva, akkor végigcsináltam. Én is elszármazott, igen, csak a pályát. 27 szekér szemetet vittünk el a futballpályára, hogy az első meccset tudjunk megjelenni, hogy az árvíz annyi mocskot ráhordult, hogy akkor... Csak van egy domokos aláírás a mezára, mit kell? Az, hogy Dániából, 8 éve és ott fociztam egy csapatnál 5 évet, és akkor azt a dresszt megkaptam ott. Tizedik liga, mert rengeteg. Tizedik ligát, hogyha összehasonlítasz itt a körzetivel, akkor különbség. Hát, azt mondjuk, például van heti két edzésünk, ugye, nem kötelező amúgy járni, de nagyon sok ember részt vesz azon. Nagyon jó pályák vannak, jó öltözők, felszereltség, mindenféle, jobb a játék minősége, de a meccs utáni hangulat, meg a barátság, minden az itthoni jobb a mennyeié, meg a beszólások, a nézők, meg mindenki. Nagyobb a bulik úgymond a meccsek után. Hány év kellett ehhez, hogy kiharcoljon, mit önnek magának egy helyet? 35. Hogyha ilyet harcoljak ki magamnak az öltözőről. Itt van a vendég öltöző. Valami érdekes van itt? Azt, hogy semmi sincsen benne. Oldja meg mindenki magam. Ami van, csak viccelünk. Az a jó, hogy a kulcs nálunk van, örökén van a pótkulcs, és a nem jó viselkedni, de betűk őket zárni utána. Ezáltal szeretnénk egy kis ajándék az átadni a Kovátfalvi csapatától. Sorra megmutatom ezt, hagyjuk meg utoljára. Már láttam, mi az? Már láttam, mi az? Erre majd történik a pálinkát, a fiúk, a barátokkal is egy ilyen játék. Kirúg be a végén! Igen. Azt én nem láttam ilyesmit. Egy ilyen kis zászlót elé ráépül a Kovátfalva, hogy tudjad, hogy hol jártál. Meg egy ilyen, mint a pálinkát. Szerintem, hogy ilyesmit van, de ilyen. Kovátfalva. Tízes, még úgy csak a pehe. Erre azt kell tudni, hogy ugye, hogy ezt
nem csinálhatok benne, ez egy régi mers, úgy, hogy ennek súlya van. Meg én szakadnék ki, sehogy mosva azon. Azt akarom mondani, hogy az a súlya, hogy tízes, még sose kaptam tízes mezt, ha jól emlékszem, mert sose mehetik, ugye általában a csapatoknál a sztárok, vagy azok, akik jók, azok hordják a tízes, nem mehetik senki. De náluk itt volt a szekrével, senki nem mehet a fejlődni. Azért kapott meg te. Köszönöm szépen. Most jöttek ki ezek az új pólók a webshopba, csak így reklámozzam magamot a nézőknek, hogy ez egy honorár, lehet pihentést kapni, ezt azért mondom most el itt, mert akkor felvenném ezt csak az innentől. Igen, tehát most a központban vagyunk, de elmondom, hogy ez tényleg a központ, mert hogy tűzoltóság, busz megálló, óvoda, iskola, templom, korcsoma, bót, kultúrház, és egyedül a ravatalozó, ami 200 méterrel arrébb van, de minden a központban van, úgyhogy azt mondta itt a Csabi sofőr barátom, hogy ez egy ilyen lusta embereknek való, vagy a kényelmes embereknek a falu, mert aki ide a központban békültözik, az minden egy helybe el tud intézni se percet, úgyhogy tényleg én azt mondom, hogyha vagytok lusta ismerőseim, illetve lusta nézők közöttetek, gődözzetek Kobász falvára, az nektek úgy kitalál. Meccsre jöjjön? Meccsre nem, mert kell menjek tormát szedni. Rábolonkodjon nád a tormát. Tormát szedni, máskülönben a vadászat a lényeg. A meccsen a vadászat? Nem, nem az, az erdő. 16 éves korom volt, 55 éves vagyok vadászat. És hogy nyúzzák meg az izét? A nyúzat? Később. De hagyjaj, múltkor vettem egy kukkert, ehhez mit szó? Belenéztem, és a dombudalom, olyan ott volt egy róka, és mondom, Balin, úgy közel hozta a rókát, belé kell rúgjat, hogy megharapja. Én voltam olyan fázisban, hogy a medve 3 méterre futott el mellettem, etédön. Elfutott 3 méterre. De vagyok, belé futott akkor. Már elfutott magának belé. Volt egy udvarai űrge, nem tudom ki volt, mi volt, honnél hoztam, az volt egy piszkafanálla, ügyesen piszkafát kütte a kezébe, és úgy lepte, mint a köröztű futottra voltam. Aztán mondom. Ebbe békkel tudom. És akkor miért nem jön meccsre? Tormát kell ás. Nem érjem, az a helyzet, hogy 5 óra főre. Tippet adok, 3-1. De kivá játszodik Kobász falvon? Itt a fotballista lény. Itt vannak a fotballisták. Jelenlegi Kobász falva, az két falu részből tevődik össze. Demeter falva és Kobász falva. Egész egyben egy faluként működik, és ez az egyetlen kicsi temploma van. Ez azért furcsa, mert a Nyikó mentén az egyik legnagyobb közösség a falunak lehetne mondani Kobász falvát, Simén falva után. Mégis ilyen kis templommal rendelkezik. Régen mondták az emberek, hogy nézd meg a templomot, és tudod mekkora falu. Hát itt Kovácsba vestébe ez nem érvényesül, mert hogy egy elég furcsa helyzet volt a történelemben, az az volt, hogy a közösség a Székely Szemmiájhoz tartozott. Ha megyünk udvarhely felé, látjuk, hogy a nagyon fura helyen a Szemmiájhi templom, nem a falu között, mint a legtöbb faluban, hanem a falu végén, pont azért, mert valamikori közösség az úgy volt, hogy Székely Szemmiáj, Bencét és Kovács falva együtt tartottak egy papot, és egy ilyen templomuk volt, és úgy volt megtervezve az ottani templom, hogy mindhárom falunak elérhető legyen. És ezért felintették ezt a templomot az 1800-as évek elején, konkrétabban a 40-es években, 840-es években, de azok számára, akik nem érnek el oda. Öregek, betegek, gyerekek, akik esetleg túl hosszúnak tartották az utat, és mindig a Szemmiháji papbácsi, mert nem volt Kobász falvának papja, eljött ide, és ez egy kis kápolna volt, nem volt tornya se, ez egy új torony, és hát nem volt nagy harangja se, az 2000-ben volt öntetve, volt egy kis csengettyű, amit láttunk itt kint a templomon kívül. Az a kicsi csengettyű, az megbízta az egész falut? Hát igazából ez úgy működött, hogy húzták itt is, és Demeter falvában volt szintén hasonló, és akkor egyszerre húzták ott is, meg itt is. Hát igazából ez csak egy ilyen jelzésértékű volt, hogy na most jön az Isten tisztelet. De elég nagy érték, hiszen 1606-ból való. Két világháború között ugye volt egy nagy esély arra, hogy lesz itt egy újabb magyar ország, és a 40-es években, tehát az a második világháború alatt, Horthy alatt az innen elszállott kobátfalviak adományozták ezt a zászlót, és ki volt ide téve, ahol most a helység névtáblák annak, hogy menjünk Csehét falvára vagy Tarcsa falvára, az egy zászlótartó volt, és oda volt kitéve a zászló, várták Horthyt, hogy már jött is, egyébként fogadták is Horthy Miklóst. És akkor jött a kommunizmus, és Szász András bácsi már rég nem él, félelmébe elrejtette egy csűrbe. Milyen jól csinálta? Ön nagyon hamar meghalt sajnos, és a titkot is elvitt a sírba. És ezt 2009-ben találták meg, mert bontották el a csűrt. Tudni kell azt, hogy egy ilyen zászlót, ha most kitennénk a templomon kívül, akkor lehet, hogy nem kellene sok idős a rendőrséggel rögtön a házunk ajtát döngetni, mivel hogy címer van benne, és egy olyan időszakot próbál emlékeztetni, ami hát az itteni hatóságoknak nem egy kellemes, de mivel hogy ez templom és magántulajdon,
tehát nem úgymond köztér, ezért itt kitehettük és nem zaklatnak. Sokszor, amikor megyek Kolozsvárra, mert esperesként sokat kell járni a Kolozsvárra, látom a lerohadó kapukat, az elgazosodott pályákat, vagy régen ugye ez egy előirányzat volt, főleg a kommunizmusban, hogy kell ilyen sportélet. Ami nagyon jó volt, és kár, hogy abba hagyták. Itt még hála Istennek működik, és reméljük, hogy fog működni. Tehát egy falunak a fokmérője, én azt mondom, hogy sokszor az, hogy meg kell nézni, mennyi szürke állomány termel egyetemistát. Az eltelt akár 50 vagy 100 évben kiemelten nagyon sok értelmiségét adott. Ennek van hátulütője is, hiszen falun élő értelmiségi az általában tanító, pap, nagy ritkán egy-két mérnök ember, az is ritka számba megy, mert hát mit tudna tenni egy értelmiség egy ilyen falut, minden mennek ugye városra, de most elmutatjuk, hogy aktív mérnök emberek vannak. Ezek ebben a 21. században mind olyan dolgok, amik csodálatra méltóak, tehát kiemelten kellene és kell is kezeljük ezeket a kérdéseket. Én amióta itt lelkész vagyok, 2009 óta, tehát vannak persze elhalálozások, vannak elköltözések is, remény szerint lesznek visszaköltözések is, vagy ki meglátjuk, hogy mit hoz a jövő, de nem mondhatjuk azt, hogy drasztikus csökkenés van a faluban, hogy most elvéptelenedik, vagy száz alá esik, mint ahogy ott a szomszédos Tordát falván, vagy akár Csehét falván. Jól elhadartuk így a múltat. Köszönjük szépen az esperes úrnak. Nagyon szívesen. Szondával kell futtatni, csak a legjózanak. Igen, legjózanak, azért megnéznék a szemüket a fiataloknak, a farkukat, és az öregebbeknek a szemüket. Fordítva. Azért, hogy hétvége volt, és akkor az öregebbek itt a kucsmáznak, a fiatalok azért. Fiatalok a beregőbe jár? Igen, még innen a beregőbe. Én keske és megnyomjasson. Hát meg, szép. A fiúk, hogy tudjátok, hogy múlt éppen bejutott úgyhogy máma próbáljuk ezt kijavítani. Elő Borozoli Robi és Jobbolf. És apró Jobbolf. Nagyon jobbra adjon az öreg. Szinte elve lehetettem. És mindenkit egy oldal keményen máma nyerjük egy fiút. Egy gólról, de nyerjük már a meccset. Passz. Passz, igen, egymás segíjük. 11-es szabadrugás, mindent érulok, úgyhogy nem tudom ezt állni. Gyertek most valamit meg át! Hey, Kálma, minden basszal lelőtt, győzni kell! Kettővel. Hárommal. Gyertek, mi 5-5 meccset játszott mindkét csapat, egyiknek 7, illetve a másiknak 6 pontja van. Viszont Kobátfalvának azt megláttam, hogy mínusz 1-es gólkülönbsége van, ellenfelének mínusz 12 Homorót Szentétedi csapatnak. Nem tudnám megtippelni, hogy mi lesz itt ma az eredmény. Azért a hazai pálya, Kobátfalviak, keményebben kell oda tegyék Majkot. Szerintem itt vagyunk, minden ad nekik egy ilyen drukkot, és szerintem behúzzák a mai meccset. A pálya az készen áll, Korpával, Honcsokturással, Tehánszalral vegyítve, de a legjobb. Ez itt nálunk a Székely-Mennyei megyei, most Pólót nem hagyhattam otthon. Így mutatom, tűes a webshopba vegyetek ilyen magatoknak. Honorálkok és minden, más felespánikás pohár is van a webshopba, nézzetek fel. Ezeket akartuk ajándékba adni, csak megszöktek. A mai nap legjobb része a banánfák voltak, ami itt Hargita megyében szerintem és Kovász megyében is elég ritka. Megint szeretnék egy kisebb verekedést látni, mint előzőleg engem az nagyon érdekel, de én nem haragszom meg, hogyha most nem jön össze, most sem. Az a lényeg, hogy nyeljen a hazai csapat. Hát, Boroka, itt vagyunk Kobátban, hoztál Kobátot? A persze, hogy hoztam, az a legfontos. Győzünk persze, muszáj lesz. Láttuk egy bácsit például székkel érkezik, ez sem. Igen, a szomszéd falunk adásból van, minden meccsünk önnel. Hozza a székit, leüss. Hossz itt, hódrukkó nekünk, de van olyan, amikor szidengemet például, de
Elhallgassuk ugye valamit, nem lehet. Jobbik szidni a birókot szépen. Aztán Istenem, hát. Győznek-e a? Ha jobb játszodnak, akkor kéne győzzenek. Szokta szidni Kálma bácsit? Már öreg motoros. Szokva, régi motoros. Azt mondta, hogy olyan a pálya, mint a Bernabeu. Na, azt a stósnalatna egyben leasadna, mint galacom. Neked az az első Hargita megyeibe látott Székely-Menyei megyei meccset, hogy idáig hogy te, neked is sofőrember? Elnézni az sokszázelést kicsit nehéz volt, kivantam nagyon. Tudod. Mit várok ettől a meccstől? Győzelmet a hazaiakt. Ezt úgy mondod, hogy vakony nem, és tudsz semmit senki. Így van. Látom a melegítésbe. Az ellenfelet nézd meg, nézd meg. Sehol semmi, látod az itt. Annyi a különbség, hogy az ellenfélet nincs labdája, a hazainak van, mert itthon van. Ha megfigyeled, ők hegyre melegítnek. Eljöttél? Hát eljöttem. Te promozás lejárt. Így jó. Mit csinál? Ide is eljöttél. Tele. Az öreg itt kezdte volt. Tinkó bácsi. Milyen volt régebb? Verekedések voltak-e? Nem lehet mondani. Szórakoztunk, jókot. Mi azért szoktunk jönni, hogy gyerjön a csapat. Hát én is játszottam, vagy 15 év. Igen. Volt egy eset, hogy jöjjek, itt voltak. A kapus kifutott, az a 16-os körül lefautolta, hogy hívják a játékot, de bement. Gól lett, és a bíró megadta, nem adott fautot. Aztán akkor a közönségbe, és ott a nyikon túl öltöztek fölni, ahogy jöjjek. Ott menekültek van. Igen, igen. Mit szájátottunk annak idején Szent Mihály és Kobát fala. Mik voltak az eredmények? Hát a nagyjából verekedés. Gyermek, azt mondja, Ronaldo itt van. Egy Ronaldo. Oké, ne nekünk. Jó van. Jó szükös lett a cserepet, azt mondják, hogy ritka, amikor annyian összegyűltek. Jól elfértek-e? Mános meglepett ez a meccs engem, mert itt hát láttam, még eddig a 20-annyi epizód alatt sose. Az ellenfél csapat elkezdte a közepet, és megrúgták kapuló. Vagyis hát kapu mellé. Ott a gócsavasz. Azt, hogy megrúgták a passzom! Milyen faul csárkad? Menj el, kérd mondja a faul! Életében nem tudsz virágkodni. Norvi virágkodik az a faul! Állom bele, Dinci! Szentpéternek szurkoztál is? Igen. És szerinted a kapusnak még nem jutott kesztyű, vagy miért nincs kesztyű? Otthon hagyta. Úgy fog, mint de major kutya. Na hát szervusz, tudtus újra találkozni. Szia Csavitál! Hallom, átigazoltál a gagyról etédre, mi a sztoria? Huszájó. Volt egy olyan, hogy kártyáztunk egy haverba, és erősen nyerésbe álltam. Téta lett, hogy etédre kell igazoljak, ha megnyeri ő. És megnyerte. Úgyhogy gagynak pályabúcsút intettem, mert az első meccsen lesérült egy. Azóta még esélye nem volt. Kálmán! Közben kacagja! Ezért! Két-három passz, gól, ennyi. Szépes volt. Igen. Máma csak szotyizni jöttünk, mert négy. Nagyapad mi? Nagy hál' Istennek. Száraz. Jól áll vagytok, nem? Szotyiz, még esetleg sört hozzá. Gyere is rá, hozol! Jaj, mennyit sírtok, azt a Máriáját.
De még ott a gólnyom. Ott a gólnyom. Itt nem Szent Péter kéne rúgjon, hanem Szent Péter kéne jöjjön, segítsen a Szent Péter. Lájjött. 20. perc 3-0. Második gól az hogy született? Ha felvettem, és aztán visszanézett. Én néztem, és nem láttam. Van az a YouTube csatorna, Csabikas, ott mutassák, ott nézd vissza. Nyom be a csengőt. Elég gyenge ez a Barcelona. Gálmán! Oké, hogy 3-0 vezet már a Kubát Falva, de ez így ilyen szőnyegporolós meccs, hogy ússupog a labda, amikor a szőnyeget porolják. Csütörtök van mára, hogy ezt elmesélem. A szomszéd sátorban egy új arcot lelek meg éppen. Hogy mikor jött, nem tudom, de hogy elnézem, még ő sem. Nincs hol az arca sárban, biztos részeg volt az éjjel. Elenged egy rókát, kívánja a kólát, a pult felé indul, ahol egy sört meglát. Állj már félre, engedj előre, így szól a többiekhez. Ők csak nézik, hogy lehet ennyire szétcsúszott nő létére. Csak messzi van, hátra küldik állj a sor végére. Robi. Hát de úgy kerültem magam át. Én nem értem az ilyen, hogy van benne, mikor így meg kell kerülni. Na ez eddig sima 3-0 fél idő. Közben már a szurkolóknak a javarésze átment a helykor csomába, hogy ne kell sorba. Második fél időben akármi lehet. Ez csak 3-0. Na, elég jó eredmény. Ez csak 3-0. Ne, én még volt olyan, hogy 4-3-ra kikaptunk. Igen, még van 45 perc. Ahogy rúgtunk, ha 3-at úgy kaphatunk. Egyebet nem hallok a nézőktől, hogy Osvald kö... nem mennek el ott, ha elmennek ott az izé. Jól szóljuk, mint a videó. Milyen érzés neked egy ilyen idős bácsom, mint Kálmán bácsi kell rutinossal játszodni? Hát nagyon örülök, hogy elefocizottak egy csapatba. Most lesz 10 éve, hogy csapattársak vagyunk. Sütöttem után tőle? Vagy ő tőle? Hát ő is tőlem, és én is tőlem. 15, 5. 5-10, el lesz a cserok közül a 3. 3 cserek. Milyen asszisztensnek lenni itt Kubát Falván? Megterhelő-e vagy nem? Azért kérdezem, a múlt meccsre például a csekefalviak azt mondták, hogy Mészárszék volt itt. Most vagyok először asszisztens Kubát Falván. Mi járok Csekefalváról, még Siméfalváról és Betfalváról, és ritkán Gagyba. Mi az? Mi az? Nem menj a pályáról, sárgátok. Miként? Milyen a hol vannak a legvadabb meccsek, a legtöbb sérülés van? Itt. Jó, ügyes! Gól! Közben a harangozó is megtudta, hogy 3-0, mert most húzzák a harmadikot. Bravo, gyere! Tudálj, mi helyemben, és ott hagysod meg őket, jó?
Ügyesen, nyomjál. Ebből ennyi elég volt. Kell az öregeknek, és fussanak fiatalok. Igen, fiatalok, neki szállt. Helyükőt átadtam helyem. 3-0. Erre igen. Számított, vagy nem erre számított? Nem, én 5-re számítok. Kicsit jobbak vagyunk mindig. Nem sokkal, de játék alapján. Hát ha innen nem nyernek, akkor mi lesz? Hát akkor nem tudom, akkor senki sem eszik, mámos iszik. Szerinted van-e szintkülönbség a ti csiki körzetitek között? Nincs-e? Milyen az itteni fotball, milyen az ott, hogyha különbséget kéne tenni? Hát valamilyen szinten lehet a játék stílusban van. Az udvarai körzetiben, ami tiszteletre méltó, hogy az idősebbek odaállnak, és most is fotiznak. Nem mind a csiki körzetben, azért megnézik a korosztályt, a csíkba nagyon kevés az idősebb játékos. Azaz, üssed meg, ha jól csinál, jó! Ennek tőlök ki a bolomba azon. Robi, gyere, Robi! Na, még egyszer! Háj, bazd meg! Tudom, Mari! Bravo, gyermek! Bravo! Gyere vissza! Még a rendszer nem dolgoztat ő! Bravo, gyerek! Érted, jöttünk. Anyám, látszik magasabb színvonalon játszom, mert biztosan magasabb a kapuk. Jaj! Nem azért, hogy látom, amikor a patkány túrás, hogy felfattant, azért mentél a 6 méterre fölé. Az eredménye, meg vagyunk elégedve. Mivel nincsen? Hát a játéknak a minőségén még lehetne egy kicsit javítani, de ez benne van, azon dolgozom. Én itt végeztem az 5-8 osztályt, játszottam, már szinte ide is tartoztunk a nagy foci csapatba. Részt vettem úgyis, mint rendező, úgyis, mint játékos. És akkor megmaradt ez a barátság, és ezt próbáljuk továbbvinni. Hát segítünk, kicsi anyagival, ott léttel, inkább a jelenlétünk. Még jelen pillanatban is örvendek, hogy tagja vagyok, és egy félig itt felvállalok az idős, a lehetőség függvényében. Ebben a 4 gólos a mai 3 ponttal, megvan a 10. pontja a csapatnak. Hol lesz ez a kobátfalvi csapat a szezon végén, hány ponttal? Körülbelül ugye a tabella. A középmezőnyben szeretnénk lenni. Valahol a 7., 6., 8., max. a 8. hely fölött kéne lenni. Na akkor ehhez kívánunk sok sikert, és örvendek, hogy ilyen emberek veszik körül ezt a kobátfalvi csapatot. Köszönjük az interjút, hajrá Kobátfalva! Köszönjük tisztelettel! Na kérem szépen, 4-0-ra győzött a hazai kobátfalvi csapat. Tényleg ez egy egyszerű meccs volt. Ami meglepett, hogy csend volt. Tehát nem voltak békiábálások, nem voltak bészvollások, mindenki nagy-nagy csendben. Én még ilyent itt nem tapasztaltam Hallgit a megyében, meg is lepett. Kicsit ez miatt olyan keserű szájízzel vagyok, mert jobban örventem van, hogyha biztassák ezt a csapatot, de az igazság, hogy nem kellett biztatni, mert 20 perc után 3-0-ra vezettek, úgyhogy ez simma volt, tényleg tükörsimma volt ez a meccs, úgyhogy hát ez van, ilyen is kell. Hát akkor lássuk, hogy milyen a meccs utáni hangulat itt Kobátfalván. Most mi lesz, buli? Igen, gyere egyszer, egy sört ígyunk meg. Jó, egy nagy sört. Csabik, amikor lesz ment a videó? Minden szerdán 17 óra 36 perc, hogy jelennek. A Csengágyi úré van nyomva. Az értesítés jön. Na így sok kell. Siká. Itt egy becsületes ember. Hajrá nektek, és szevasztok, jó utat. Elemér annyit kell tudni, hogy ő is a Kobátfalvi csapatban egy évet védett, vagy kettőt kapusként, akkor nagyon sok meccset kikaptunk, nagyon sok gól kapott. És rejött, hogy a jobb szakás. Jobb a jobb szakás, látod a hasán is minden. De mit jár a szár, mikor egyet többet kellett volna rúgni, és akkor nyertünk volna. Ha én nem tudtam megfogni, megfogta a hálom.
Mit kell róla tudni? Reggel ugatott-e, bőgött-e? Sírt, lefögött, sírt. Házi disznóból van, az a helyzet, hogy a bárány szoktunk csinálni, de a mai fiatalok csak a bárány termékből a gyapjúzoknit szeret. És miért tetszett visszavonulni? A fotball az nem öreg otthon, bassz. Bocsánat, ez az át. Szerencs csak Kálmán bácsi nincs itt. Norbiról mi a véleménye, hogy miért ilyen önző? Ez fajhiba. Nagyon jók voltunk a mai nap folyamán. De ez ritkaságnak számít? Hát ez ritkaság mostanában. Csabi, megbántod-e eljöttél vele? Meg. Meg. Nem tudok inni. Máma játék alapján jobban voltunk az ellenfél, és gratulálok a csapatnak, úgyhogy én egy kis pálinkát, hajrá, hajrá, hajrá. Ezt akartam képzelni, hogy a bíróknak mi adnak enni? Azért, mert nyertünk. Érzek óta! Nem biztos, hogy otthon kapunk enni. Nagyon mindent elmondtam, amit tudtam, és azt mondja, ide figyelj Kálmán. Azt mondja, mi is vagyunk olyan bírók, mi a fotballistát, ti vagytok. Elindultunk Kányákba fotballozni, és volt egy torcsafalvi traktorista bácsi, ott van balra el kellett volna térni. A szintmaros elvesztette bögös felé tovább, nem tudta, hogy tudta, hogy arra kell menni, csak nem tudta, hogy nem tér le. És hátul kiugrottam a daktáriból, elkerültem a daktárisba 30-ra. Nem hazugság, 50 ember tanult. Elévente, leindettem az ipar, befékezett az egész, így járt így. És akkor mondtam, hogy nem jöhet járunk, öreg, meg kell fordulni, kell menni, ott, át kell térni útfordulni. Le kell vissza, és akkor mentünk Kányádba, és nagyon megvertük őket. Köszönjük szépen Norbi a vendégszeretetet. A reggeli vállán nyugöztetek. Soba került az. Lehúzok a béred. Ne felejtsétek el, hogy Csabika akárhova, ilyen foci meccsre ingyen megy, csak az úti költséget kell fedezni. Azt jelenti, hogy a benzin pénzt. Úgyhogy ingyen megy. Ezt hiába írom. Úgyhogy hívjátok meg. Ekkora plakátokba írom ki, úgyes úgy jönnek oda a csapatok. Igen. Neked ezért mennyit kell fizetni? Csabikára iratkozzatok fel már. Négy zíró oda Sepsi. Sepsi Aska. Hermannstadt 4-0. 4-0. Kubátfalva, Szentpéter 4-0. Ez az egy közös van itt a Kubátfalvi és a Sepsi-Aska csapat között, ezt így felvéltük fedezni. Köszönjük szépen a meghívást. Szerusztok. Medve nem játék, a dobos nem zenész, a kapus nem fotbalista, az asszony nem ámbör, és a sör nem szeszesüta. És akkor azt mondom, hogy piros fehér zöld, és miénk ez a föld. Egészség. 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 A kapusunk esztangyere, a bárkák jó, a halkolók jó, a gyerünk, gyerünk, a ligetbe megyünk. Most már.